Somogyban 4,2%-os a munkanélküliségi mutató, azonban térségenként nagyok az eltérések. Itt Dél-Somogyban megközelített 13%-os a munkanélküliségi ráta, és a hátrányú helyzetek csoportja jelentősebben itt alakul, és nem Kaposvár és a Dél-Somogyi területe. Ezért is fontos, hogy ezt az összejövetelt a felzárkózásról itt tartották. A program keretében igyekeznek járásonként felmérni a valós hiányokat és igényeket. A helyzetelemzés után pedig összeállítani egy használható intézkedési tervet. Ez beépül majd a megyei fejlesztési dokumentumokba. Szolgáltatási út térképeket fognak létrehozni, méghozzá nem is egyet, hanem sokat, hiszen ugye minden területnek más lesz a problémája, és más megoldási lehetőségekkel lehet élni. Probléma pedig bőven akad errefelé is. A nagyatádi járásban az alapvető szolgáltatások közül főleg az egészségügyi tűnik hiányosnak. Ami a legtöbb gondot okozta az elmúlt időszakban is, az az orvoshiány, a házi orvoshiány, aminek a megoldása szélesebb körű állami beavatkozást igényel. Néhány továbbit is kiemeltek a számok tükrében. Például a pályakezdő álláskeresők és a tartósan munkanélkül lévők magas arányát. Mire lehet számítani? Rengeteg idősember lesz. Rengeteg szolgáltatásra van szükség. Az eddigi interjúban az derült ki, hogy a munkaerő vándorlás főleg a férfiakat érinti. A férfiak Győrbe, Székesfehérvárra, nagyobb ipari centrumokba, meg helybe, járási centrumokba munkát vállalnak el, mert munkaerő hiányban a településeken nincs, aki lehasználja. De nagyon nagy a nők, fiatal nők, kisgyerekes nőknek a munkanélkülisége. Az egyik célterület tehát biztosan az idős ellátás megoldása egy széles körű összefogással. A másik jelentős célcsoport az a fiatal édesanyáknak a kérdése, akik potenciális munkaerőt jelenthetnek majd a jövőben, ami felendíthetné a megyének a helyzetét is. Szintén kiemelt célcsoport a gyerekek és a mély szegénységben élők. A járási kormányhivatal képviselője szerint egyre fiatalabb korban jelentkeznek az iskolai hiányzások. Sőt, ez a gond már megjelent az óvodákban is. Ott kell elkezdeni ezt az egész prevenciót és megelőzést, hogy a családba is egyre korábban gyakorlatilag belenyúlni, mert ebbe szocializálódnak, ezt látják, hogy a családtámogatási rendszerből élnek, és arra támaszkodnak, és teljesen motiváltanak a szakmaszerzésre, a tanulásra. A Családsegítő Központ munkatársa hangoztatta, a legalapvetőbb életvezetési ismeretek elsajátításánál kell kezdeni a munkát. Hogy lehet, hogy nem képzelni megoldásnak olyan gyakorlati tímek létrehozását, aki áll mondjuk egy háziasszony képzett hölgyből, egy védőnőből és valami szociális asszisztensi gárdából, akik konkrétan kimennek ezekhez a családokhoz, és megtanítják őket arra, hogy hogyan kell kitakarítani, megfőzni, kimosni, megmosni a gyerek haját, kimosni a cipőjét, fehér évbe elkészíteni az óvodai anyahügyi rendezvényre, tehát ilyen nagyon-nagyon alapvető dolgok. Mert ahol ez nincs meg, és az ő értékeljükbe, a generációs munkanélküliségbe belenőtt családokba, ezek már sajnos nincsenek meg. Ez kulcskérdés, a több generációs családi munkanélküliség kezelése. Ráadásul az is nyilvánvaló, hogy infrastruktúra és gazdaságfejlesztés nélkül bármilyen beavatkozás eredménytelen lesz. Vagyis rendkívül összetett módon lennének csak kezelhetőek a nehézségek.